Sziasztok! Következő bemutató videóm egy Xiaomi Watch S egy aktív okosóra lesz. Ez egy fehér színű okosóra. A 65 ezer forint közül, körül van. Hát én már ezt kibontottam, mert már nem bírtam kiválni a videót, de amúgy teljesen mondatlan vadonatúj volt. Nézzük is a dobozány, mik vannak. Keressünk fókuszt. Van benne GPS. Véroxigén monitorozó, akkor vízálló 5 méter mélységig. Ezek az oldalán vannak, ezek a feliratok. Lehet hívás kedve, kezdeményezni Bluetooth-szal, szóval össze van párosítva a telefonnal, tudsz hívni is. több mint 100 sportmód van benne. Akkor nagyon tiszta és éles AMOLED HD display kijelzője van, Hosszú uh, akkumulátor ideje van. Na, szóval ezt ígéri a doboz. Nézzük meg, ami van ilyen kékbe is, meg feketébe is. Hát én a fejlet választottam. Mondom, én már kibontottam, csak visszaraktam a dobozába, próbálom egy kézzel. Na, szóval ezek vannak a dobozba. Itt van maga az óra. Nagyon szép egyébként. Ha ezt kivesszük, van menne egy ilyen kis tálca alul. A jobb oldali a kisebb. Ott van benne, hát én már ezt kivettem, de itt van a töltője. Ezt sima kis usb is töltő, ide kell rakni. Egyébként kipróbáltam, nem működik a Huawei töltőjével, szóval azt hittem, mert ugyanakkor a körülbelül, de nem tölti, mert ezzel van ilyen két kis bigyula, azon meg nincsen, szóval nem tölti akkor van hozzá garancia már meg szerintem az leírás de én azt most nem nézem meg nem érdekel nézzük magát a telefont a telefont órát ezeket elrakom addig ott én már feltelepítettem össze is párosítottam a telefonommal. Egyébként így néz ki, már meg is mutatom. De most ez egy ilyen védő rajta, ezt le is szedem. Na de kapcsoljuk be. Feltöltöttem 100%-ra egyébként. Nem tudom, hogy melyik gombbal az alsó, hogy a felső, el kell bekapcsolni. Kapcsolj már be. Aha, felsőt kell nyomva tartani kb. 10 másodpercig. Hát ez már most így fel van telepítve, de először, amikor elindítod első indításkor, kérdezi, hogy milyen nyelv legyen, akkor össze kell párosítani a Mi Fitness programma alkalmazással, de egy ilyen QR kódos képpel mutatja is, ha nem tudnád, hogy hogy kell. Egyébként itt van egy home gomb, két gomb van az oldalán, körbe mutatom. Oda van írva, hogy az mi akar lenni, az a home gomb, ez pedig a sportmód a legalsó. Itt vannak ilyen kis nyilak, azt szerintem az iránytűzke. Itt van egy aktív felirat, de ott nincsen gond meg egy outdoor felirat. Nagyon szép fehér színe van. Az alja pedig így néz ki. Szálljon felirat, különböző érzékelők. Nézzük is meg magát, az órát. Keressünk fókuszt. Na, szóval az alsó gombot, ha benyomod. Elvileg én úgy tudom, hogy hozzá lehet rendelni más funkciót is, csak arra még nem jöttem rá, hogy kell. Szóval itt vannak a munkák, hát a sportok: Séta, futás, kinti futás, futópadon futás, trekking, tudom én -e milyen futás, ez kinti biciklizés, szababiciklizés, freestyle, az nem tudom, ez csak ilyen torna. Rúszás, hát mint vízálló, azt tudjuk is. Elliptikus tréner, joga, á, nagyon sok izé van, na minden véletlenül rá is nyomtam az egyikre. Hát a telefonom kamerája nem, nem annyira jó, szóval nem adja vissza a színeket. Na jó, ezt hagyjuk is, nagyon sok, több mint száz ilyen sport van benne. Ha benyomod a gombot, mindig visszajön a főbeállításokra. Itt is van a home gombra workout, aktivitás, statisztikák. Helyezzünk egy statisztikát. Hát még nem csináltam semmit, három kalóriát égettem, szóval nem is mutat semmit. Ez púzust mér. Közben a fókuszt állítgatom. Hát itt mért nekem egyet, de be lehet állítani, hogy milyen mérjen. Ez véroxigén mér, alvásmérés, stresszmérés, akkor Na, mennyit aludtál, vagy mit, mi ez? Mit tudom én, nem tudom mi ez. Ezt se tudom mi ez. Alexával össze lehet párosítani. Hoppá. Nem tudom, ezzel a fókusszal hadilában állok. nem, nem is találja. Időjárás, tényleg azt is. Van benne a zene nagyon jó. Lehet elvileg bankkártyával is fizetné, de én meg az nem tudtam összepárosítani. Na itt vannak a hívások. Nincsenek hívásodatok, ezt a ezt engedélyezni kell szerintem a telefonon, még ezt nem engedélyeztem, az nem engedi. De majd mindjárt megnézzük azt is, akkor itt vannak az üzenetek. Tud ébreszteni is. Stopper óra van benne, időzítő, Ez micsoda? Ja, ez légnyomás miért is. Ja, itt az iránytű, aha. Hát most be kéne kalibrálni. De most hagyjuk, körbe kéne forogni, gondolom. Kamera. Nyisd meg a kamera alkalmazást, remélem most nem kapcsol ki. Hát de, ki is kapcsolt. Szóval majd rákattam össze a két videót. Van menne flashlight. És a Settings. Ezt már én telepítettem fel not, szóval jegyzet. Vájtul ez valami rádió, meg puzzle is van benne. Na nézzük a settingset. Itt vannak a watchfészek. Itt tudod kiválasztani, hogy milyen számlapot szeretnél. Nagyon sokféle van. Vannak animáltak is. Várjunk vissza. Hogy is kell, hogy itt van. Akkor mutatok egy párat. Mondjuk legyen most ez. Vagy nézzük tovább. Egy tudom, én, legyen most ez. Nagyon jók kis, jó pafak is számlapok vannak, de nézzük tovább a beállításokat. Össze lehet párosítani bluetooth as Hát most keresi is, de nincsen most itt a közelemben. Akkor van benne wifi, ez nagyon fontos. A wifi vel is össze lehet e, párosítani. Itt a hangot lehet beállítani, a, van média hangerő, ezt hát így lehet állítani. Akkor egy ilyen testhangot. Az ébresztés. Akkor van csörgés, amikor hívnak. De van egy csöndes mód, hogy ne zavarjanak semmivel, semmilyen. Akkor itt van a fényerő, van egy automata. De egyébként be is lehet állítani, alapból most így négyesen volt, és akkor egyes a legkisebb. Jó, nézzük tovább. Ez a DND, ez, ez, szerintem az alvás, hogy én nem tudom mi ez. Workout-ot ezt már mutattam. Pin lehet pinálni a kódolni az órát, hogy más szerintem ne tudja felnyitni, vagy használni. Bluetooth emlékeztető, szerintem ez az, hogyha kiventél a közeléből. Van egy display. Ja, hogy mikor kapcsoljon ki, hát én 20 másodperc ráállítottam, 5 a legkisebb, 20 a legnagyobb, úgy látom. Van ilyen a Always on display, az az, hogyha kikapcsol a főkép, akkor van egy ilyen kis mini óra. Hát az be lehet kapcsolni, csak úgy szerintem többet fogyaszt. Ez a cover to slip, ez, ez, hogyha lefele fordítod, akkor felébred a kijelző, ha kikapcsolod, akkor meg neked kell a hongomba bekapcsolgatni a képernyőt. Olyan rezgés, van erős, meg alapbeállítás. Szóval, ha nem hallanád, de olyan helyen vagy, akkor rezeg, és akkor úgy érzed, hogyha valami történés van. System, van benne reboot, újraindítás, kikapcsolás, meg rezet. Ja, azt elfelejtettem volna, hogy sajnos magyar nyelv az nincsen benne. Itt van a mm, okos óra adatai. Szájámé a egy aktív. Itt a modell száma, megcím, system. Miúva, 1.0, verzió, széria Ez nem tudom, ez a regulatóri. Ja, ez különböző engedély. Hát végül is ennyi lett volna. Nézd, ja, hogyha alulról felfelé görgetsz, akkor ezek vannak. Ez nem tudom, mi ez a DND, volt, nem mindegy. Ja, ez, hogy elfordítod a zúrát és akkor Na, nem látszik a kép. Na, így megpróbálom így. Amúgy nagyon szép kijelzője van. Ez a silent mód, kibekapcsolás. Ez a zseblámpa mód. Ez micsoda? Ez 5 percig ébren tartja a kijelzőt. Ez a settings. Logo, és akkor ez két oldalas. Ja, itt van egy ilyen víz tisztító funkció benne. Amivel vízálló is, hogyha mit tudom hogy én benne, vagy nem tudom, úgy gondolod, hogy... Na, itt mutatja is, hogy kicsit mozgassad, ez pedig az ébresztő. Szóval ez alulról felfele húzva ezek vannak. Egyébként itt látod a Töltöttségi szintet. Na, akkor nézzük tovább. Ha fentről húzzuk lefele, akkor ide az üzenetek lesznek. Mindig benyomom a home gombot. Ha balra pecskeöd, akkor itt van egy zene lejátszó. Hát most nem kapcsolom be, mert copyrightos lesz, és akkor letiltják a videót. Hát itt amúgy az ikonokat a, most így nem látszik, mert nem jól adja vissza. Na így. Szóval ez valójában így néz ki, csak valami világosabb élőben. Itt meg tudod nézni a lépéseidet, mennyi kalóriát égettél, hány percig gyalogoltál. Itt az aksia az órának, itt pedig zenéket tudsz lejátszani. Hát most amúgy nem is akarok, de amúgy ha belemész a játszóba, itt tudsz meg tudod állítani a zenét, elindítani, megállítani, hangerőt is tudsz adni, így kell levenni, így pedig fel, csak most nem megy a zene, és akkor nem működik. Itt pedig számokat tudsz váltani. Nem tudom, hogy én néztem videót, elvileg van saját memóriája és valahogy át lehet küldeni zenéket is erre. Azt nem tudom, hogy megás vagy gigás a memóriája, de Láttam videót, valahogy átküldtek rá a zenét, de egyébként, ha nem küldesz át zenét, akkor pedig a telefonoddal összepárosítva elindítod a lejátszót, egy lejátszót, bármilyen lejátszót elindítasz, ő automatikusan akkor tudod a zenéket váltani az órádon. Szóval az nem kell már elővenni a <kül> telefont. Szóval a kezeddel is tudod irányítani, hogyha nádod teló. Na akkor jobbra pöckölve itt. Amúgy ezeket testre lehet szabni, hogy mik legyenek a képernyőkön. Bármilyen ilyen, például ide raksz egy, egy, ilyen időjárás. Szóval most 4 fok van. Ez nem tudom mi. Ez tudom mi. Jaj, mikor kell fel a nap? 7 óra 8-kor, és 15 óra 39-kor már sötétedik. Ja, ez az időjárás, hány fok lesz? Hétfő, kétszer, csütörtök péntek nem tudom, most ebből hogy kell kilépni. Szóval felülről az üzenetek, alulról a beállítások, balra az ikonok vannak, amiket te raksz ki, jobbra pedig ide is, amiket te raksz ki, szóval csomó mindent ki lehet rakni. Ezt a kalóriaigetést, ezt nézzük már meg. Ja, ez már volt. Na és akkor idehozom a telefon, megmutatom, hogy milyen az alkalmazása. Na, szóval ez az a Mi Fitness alkalmazás, megnyitjuk. És akkor így néz ki, és sajnos ez is csak angol nyelvű. Itt tudsz a device-ra, csatlakozni az órához. És akkor itt van szinkronizálja, mert nincs bekapcsolva most ezen a telefonon a, az applikáció, üzenetek küldés. Itt tudsz például ö, kijelzőket váltani, tök egyszerű csak rányomsz a gyapli, és akkor már meg is jelenik, bármelyikre, először le kell tölteni, utána pedig tudod már használni is, nagyon sokféle, csak nem látszik rendesen, ott van hány megabájt egyébként, akkor nézzük tovább, ja itt vannak a üzenetek, hát ezt be kell kapcsolni, a hozzáférést engedélyezni kell az üzeneteknek, de a bekapcsolod, akkor mindenféle ki lehet jelölni a Facebooktól, vagy mitől szeret, miről szeretnél üzeneteket kapni, akkor hívásokat kielezze, hogy hívnak. Hát beszélni is lehet vele, vagy hívás kezdeményezni is. Akkor itt a Xiaomi P, ezzel lehetne fizetni is az órával, hát nem tudom melyik banknál lehet alkalmazások, hát nem tudom, én csak hármat találtam. Időjárás, azt már mutattam. Egyébként itt kell itt be, beállítani egyáltalán, hogy akarod használni, engedélyezed is. A másik telefonnal volt párosítva, itt vannak a workoutok, -ok. itt túl, hozzá is tudsz adni plusz edzéseket, ezeket még itt vannak plusz, hogy miket lehet. Vizipóló, vízisportok. Akkor. Na, ezt magyaráztam, ezt az Applée autót. Listában mutatja, vagy rácsoz, Alvásidő, vagyis fentlevési idő, valami ilyesmi, sleep mode, ez az alvásidő. Emergency SOS, lehet vészívást is rajta, azt nem tudom, hogy működik. Itt van az update, van benne egy health center is. Itt van az Empire, Szóval szét tudod választani, és de akkor itt vannak az edzések Hát van benne GPS is, ez futáshoz van szerintem, ez itt van lent Ja, meg eleve profil is vannak Hoppá Mutattam el az kontomat, <laughs> És akkor A device vissza visszamenve Itt vannak még a különböző beállítások Lehet mérni púlzust is de amúgy diagramozza elvileg. 10 percenként be tudod állítani, lehet 5 percenként, csak gondolom úgy fogy az akció, hogyha minél nagyobb veszed. Nagyon van, nagyon jó kis óra egyébként. E, mindenkinek a nagyon jó minőségű, és szerintem sokkal jobb a mint a huawei -nek. most komolyan mondom a vacs 3 pro -nak. De szerintem sokkal élesebb a kép. Sokkal fluidabb is, pedig az se egy rossz óra, de Sőt, a kijelző mérete maga ugyanekkora, én úgy vettem észre, csak a keret kisebb, annak célesebb a keretje, de valójában a, tej, a kijelző méret az ugyanolyan. Na jó, tetszenek a videó, amikor a csatornám, és semmilyen like sziasztok!